Vendégem Berta és Laura, sziasztok, köszöntetiteket a műsorban. Sziasztok! Mindketten az EBOVO Egyesülettől jöttetek, és hát beszélgetésünk témája nem más, mint hogy 2018-ra megújul a Városligete. A kutyásoknak az milyen hatással lesz? Illetve hogy néz ki egész pontosan ez a történet, Laura? Ez úgy néz ki, hogy teljesen átépítik a Városligetet, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövőbeli Városligetben is helyet kapjanak úgy a kutyások, mint most, mert azt látjuk, hogy most szinte a Városliget legnagyobb felhasználói csoportja az a kutyások csoportja, és nagyon sokan vannak, és szeretnénk, hogyha ez a közösség itt megmaradna. Ez egész pontosan, hogy a Városligeten átalakítások lesznek, ez fizikailag vagy gyakorlatilag mit jelent? Hát biztos már nagyon sokan hallottak arról, hogy lesz egy múzeumnegyed, és aztán lesz egy zöld területi átalakítás. Mi konkrétan ebben nem is megyünk bele, mert ilyen mélyen nem is kaptunk meghívást, hogy véleményezzük ezt a témát, és nem is véleményezünk. Az biztos, hogy ez az átalakítás meg fog történni, és azt szeretnénk mi biztosítani az ott lévő kutyás társadalommal együtt, hogy ott maradhatunk mi is, és élő része leszünk ennek a parknak, hogy szeretnénk elérni, hogy ez legyen az első integrált kutyás park Budapesten. Igaziból a mostani akcióknak folyamatosan akciózunk 3 éven keresztül, éppen azért, hogy mind azok, akik részt vesznek az elkészítésben, a tervekben, a kiírásokban, mind pedig tényleg a tényleges döntéshozók tisztába kerülhessenek azzal, hogy milyen sok emberről van szó. Nehéz megfogni, éppen azért, mert egy nagy közösség, egy hatalmas nagy park, úgyhogy a kutyások figyelmét szeretnénk fölhívni arra, hogy töltsék a kérdőíveinket, kövessék az eseményeinket, hogy láthatóvá váljunk a döntéshozók számára. Igen, folyamatosan közben beszéltél, láttam, hogy nagyon szemezzel az asztallal. Igen. Mit lehet erről tudni egyébként? Ez a kérdőívünk, ezt pontosan azért készítettük el ezt a kérdőívet, hogy a jelenlegi jó kutyás szokásokat felmérjük a szemlén, és a Laurával készítettük, és múlt hét csütörtökön publikáltuk ezt, amikor csináltunk egy rendezvényt ott a parkba, és már 116 ember kutyás kitöltötte, és látható, hogy általában felelős kutyatartók járnak a parkba, és nagyon sokan használják. Igen, ami még szerintem egy érdekes adat erről a kérdévről, hogy megkérdeztük azt is, hogy ki hány kutyát sétáltat a ligetben, és most a 116 kitöltő ember, eddig 152 kutyát szedtünk össze, akik szinte napi szinten a ligetben sétáltatnak. Sokat járnak oda az emberek, látható itt, hogy 1 és 3 órát töltenek ott legalább a legtöbben, és még ami szerintem szintén érdekes, hogy megkérdeztük azt is, hogy ez a legközelebbi kutyasétáltató hely a közelükben, vagy nem, és hogy nagyon érdekes, hogy szinte a fele ezeknek az embereknek messzebbről érkezik oda a ligetbe konkrétan. Uh-huh. Azért, hogy ott sétáltathassa a kutyáját. Ezek szerint ez azt mutatja, hogy valószínűleg ott van valami, ami oda vonzza a kutyásokat. Uh-huh. És ez a kérdőíves projekt, ez hol tart jelenleg, vagy ezt ki lehet még tölteni? Így valahol? Van, természetesen a weblapunkon is, és a Facebook oldalon, az EBOVO Facebook oldalán is ki lehet tölteni, és a Facebook oldalon pedig lehet követni ezt a folyamatot, hogy hogyan válik a Városliget még kutyabarátabbá, hogy 2018-ban hogy lehet majd egy olyan átadó rendezvényen ünnepelni, a megújult Városligetet, ahova a kutyánkat is elvihetjük. Bár már valamilyen szinten említettétek, de egy kicsit fejtsétek ki, hogy azáltal, hogy ezt a kérdőívet kitöltik, utána mi történik ezekkel a számokkal és adatokkal? Ez egy nagyon jó kérdés. Az EBOVO Egyesület meghívást kapott a Városliget alakításának a munkacsoportjába. Ez egy civil munkacsoport, több társadalmi réteget is képviselnek itt, és ennek nagyon örülünk, hogy sikerült eljutnunk oda, hogy ennek a kerekasztalnak a résztvevői lehetünk, és mi szeretnénk minden olyan segítő adatot megteremteni, majd amikor oda kerül, arra kerül a sor, hogy döntés szülessen a Városliget valódi megrajzolásáról. Itt főként a zöld területről van szó, tehát ennek a kérdőívnek az lett ez az eredménye, hogy a következő egyeztetésnél mi le tudjuk tenni az asztalra például azt is, hogy melyik a kutyások által leginkább használt terület, és konkrétan, amit mindenféleképpen szeretnénk, az, hogy ne egy tök új Városliget szülessen meg, és kitaláljuk, hogy máshova tesszük át a kutyázónákat, hanem a mostani jó szokásokat átmentsük az új parkba is. Ez, amit említettél, hogy következő egyeztetést, ezt hova kell datálni? Tehát, hogy meddig töltsék ki ezt a kérdőívet?
Hát ezt a kérdőívet végül is úgy gondoltuk, hogy még egy olyan másfél hónapig, tehát például július elejéig szeretnénk nyitva tartani. Amennyiben előtte lesz egyeztetés, akkor azt is a Facebookon kommunikáljuk. Attól függetlenül ez gyűlhet, hiszen hosszas egyeztetések lesznek. Reméljük, hogy mindegyikre meghívást kapunk. Eddig teljesen pozitív az együttműködés. Uh-huh. És akkor még egyszer, hogyha valaki online szeretné ezt kitölteni, akkor hol teheti meg? Az ebo.hu. Igen. A honlapunkon. Lányok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. És köszönjük.